Bocsánat, de én nem hittem el a munkatársaimnak, hogy Pakson délután 3 órakor lakossági fórumra jönnek az emberek, de most néhány embernek a munkahelyét megmentették, ez kétségtelen. Köszönjük szépen. Hát először is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter urat. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat erre a pódium beszélgetésre, és természetesen nagy szeretettel köszöntök minden kedves résztvevőt. Nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan megtisztelték részvételükkel, jelenlétükkel ezt az eseményt. Ugye pódiumbeszélgetésről van szó, ami műfaját tekintve lehetőséget ad nekünk arra, hogy egy nagyobb közönség előtt tudjuk megosztani véleményünket, észrevételeinket, gondolatainkat egy adott témakörben. Hát mi más lehetne ez a témakör itt Pakson, én azt gondolom, mint az atomenergia, vagy a Paks 2-es beruházás, és a beruházáshoz kapcsolódó városi feladatok és fejlesztések. Ugye nemrégiben találkoztunk miniszter úrral Szocsiban, az Atom Expo-n, ahol ugye a világ atomiparának a jövőjéről volt egy konferencia, egy nemzetközi konferencia, szinte a világ összes részéről képviseltették ott magukat az atomiparban fontos szerepet játszó prominens képviselők. Ott miniszter úr azt mondta, hogy az atomiparban nincs helye az ideológiának. Odafigyeltem a miniszter úrnak a beszédére. Ahogy fogalmazott, még egy munkahely megmenekült. Ahogy fogalmazott, Európában megértették azt végre, hogy az atomenergia fenntartható energiaforrások közé tartozik. Hol tart most a Paks 2-es beruházás jelenlegi állapotában, és mi várható majd itt az elkövetkezendő pár hónapban? Először is szeretném megköszönni a meghívást, és tényleg megtisztelnek, hogy hétköznap délután 3 órakor erre szánták az idejüket, hogy itt ma találkozhassunk. Ha megengedik, akkor képviselőtársamat, korábbi miniszterkollégámat, Süli János szeretném itt köszönteni, megtisztel, hogy ő is itt van a mai napon, aki elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy ma Paksot atomvárosnak hívják, és én mindig élveztem a közös munkát, és most is elébe járulok néha a tanácsokért, úgyhogy örülök, hogy itt is látom a miniszter urat. Szóval igen, a helyzet az az, hogy ha ma megnézzük, hogy Európában mi a helyzet, miről szólnak a viták, mi az, ami meghatározza az európai politikai menetrendet, akkor azt láthatják, hogy ma már érdemi, racionális, józan észre alapuló, észszerű megoldások lehetőségét magukkal hordozó viták nem nagyon zajlanak. De ma a viták döntő többségét azt átpolitizálják, ideológiai alapokra helyezik, dogmatikussá teszik, és úgy nem nagyon lehet normálisan beszélni egymással fontos kérdésekről. És sajnos az európai jövő szempontjából legfontosabb kérdések is ebbe a kategóriába kerültek bele. Mert hogy Európa biztonsága most egy olyan kérdés, amire sajnos a válasz meg a kilátások nem egyértelműek. És ugye a biztonságnak sok összetevője van. Mert van a fizikai biztonságunk, van a kulturális és identitásra vonatkozó biztonságunk, és van az energiabiztonságunk. De csak hadd mondjak egy-egy mondatot az első kettőről, és akkor utána egy ilyen rövid 30 perces bevezető után rátérek a konkrét kérdésedre. Szóval ugye a fizikai biztonságunkat folyamatosan veszélyezteti a szomszédunkban lévő háború. Már a háború kitörése előtt is nagyon nehéz volt észszerű, kölcsönös tiszteletre alapuló vitákat folytatni, de a háború kitörése után ez még nehezebbé vált. Ugye itt van a kulturális és identitásra vonatkozó biztonságunk. Ugye 9 évvel ezelőtt törtek ránk az illegális migránsok,
9 esztendővel ezelőtt vált világossá, hogy a déli határunkon egy nagyon komoly támadással nézünk szembe. 9 éve védjük Magyarország déli határát, ezzel együtt a Schengeni övezet és az Európai Unió külső határát úgy, hogy nem csak, hogy nem kapunk hozzá támogatást, de folyamatos a nyomásgyakorlás Brüsszelből annak érdekében, hogy a határunk védelmét, és ezáltal a kultúránk és az identitásunk védelmét is feladjuk. Ma Brüsszelben van egy háború és migrációs párti európai vezetés, és ez a háború és migrációs párti brüsszeli vezetés nyomást gyakorol és támadást indít minden olyan ország ellen, amely meg akarja őrizni a saját biztonságát, a saját identitását, és kiáll a béke mellett. Ezekben a percekben most, hogy itt vagyunk, az Európai Parlamentben éppen az új migrációs paktumról vitáznak, és hamarosan szavazni is fognak. Ugye ez az új migrációs paktum, ez gyakorlatilag zöld lámpát ad az Európába irányuló illegális migrációnak. Ez a paktum zöld lámpát ad arra vonatkozólag, hogy itt migránsok 10 és 100 ezerei grasszálhassanak az európai országokban. Ez a migrációs paktum, ez azt a nyugat-európai problémát akarja kiterjeszteni Közép-Európára is, amely abból indult, hogy ők feladták a saját identitásuk, a saját kultúrájuk és a saját társadalmuk védelmét, és beengedték az illegális migránsokat, amivel kettős társadalmak jöttek létre, és megnőtt a terrorfenyegetettség. Mi ezt itt nem engedjük Közép-Európában, és mi magyarok, legyen rajtunk bármilyen nyomás, szavazzanak meg bármilyen migrációs paktumot az európai parlamenti képviselők, mi nem adjuk föl sem a fizikai határzárat, tehát védeni fogjuk a határt, és nem adjuk föl a jogi határzárat sem, tehát ha nem tesszük lehetővé, hogy ide Magyarországra illegális migránsok betegyék a lábukat, se délről, se nyugatról, ez egészen biztos. És miért kanyarodtam ide? Azért, mert ezek a viták is pontosan ugyanolyan ideológiai alapon zajlanak, mint az energiáról szóló vita. Holott a valami, hát az energia kellene, hogy legyen egy abszolút racionális, fizikai kérdés. Mert sajtótájékoztatókkal, ideológiákkal és politikai nyilatkozatokkal sem fűteni, sem hűteni nem lehet. Ahhoz, hogy az ember hűteni vagy fűteni tudjon, ahhoz, hogy fel tudja tölteni az elektromos autót, ahhoz, hogy működjön a gazdaság, ahhoz energiahordozókra van szükség, meg energiára, amit valamiből elő kell állítani. És éppen ezért az energia ügyeket sújtó ideológiai viták, azok gyakorlatilag az európai országok, így köztük Magyarország energia ellátásának biztonságát is veszélyeztetik. Mert nem lehet onnan földgázt venni, ahonnan nem vezet ide vezeték. Nem lehet onnan kőolajat vásárolni, ahonnan nem vezet ide vezeték. És ha egy ország szárazföld által körülzárt, nincsen se olajmezője, se kőolajmezője, nincsen tengerpartja, mert szárazföld által van körülzárva, és felteszi magának azt a kérdést, hogy ha nem akarja az ország szépségét ilyen hatalmas szélkerekekkel tönkreverni, ha nem akarja a gyönyörű folyókat gátakkal elcsúfítani, de nagy mennyiségben akar előállítani energiát, megbízhatóan, hatékonyan, olcsón, biztonságosan úgy, hogy a környezetet is megkímélje, akkor csak egy válasz adódik arra, hogy ez hogy lehet, hát a nukleáris energiával. És ez olyan egyszerű, mint az egyszer egy. Csak ugye, mivel az atomerőmű építése, működtetése, ezt tudjuk minden napi tapasztalatunkból bonyolult dolog, ezért könnyen építhető fel köré egy olyan buborék, ami aztán elriasztja az embereket. Holott, amikor arról van szó, hogy milyen nukleáris együttműködést folytatunk. Ugye itt önök Pakson nagyon jól tudják, hiszen a 70-es évek végétől, 80-as évek elejétől az atomerőmű egy integrált része a város működésének. Önök pontosan tudják, hogy
Ez az atomerőmű jól, biztonságosan működik. Ennek az atomerőműnek a működése és a működtetői is megbízhatóak. És pontosan tudják azt, hogy ez egy környezetkímélő előállítási formája a villamos energiának, és ezért helyes döntés az, hogyha az ide vonatkozó kapacitásainkat bővítjük. És mivel az a döntés született, hogy az új erőművet ott építjük, ahol a régi van, ezért persze érdekes kísérlet volt volna, idézőjelben erőteljesen, egy másik technológiájú erőművet odahozni a korábbi technológiájú mellé, de mi ezt nem szerettük volna fölvállalni. Vállalja, aki akarja, de mi nem. Ráadásul, mivel az orosz kormánnyal egy kifejezetten előnyös, nem csak technológiai, hanem finanszírozási szerződést is tudtunk kötni, ezért teljesen egyértelművé vált, hogy ide a korábban már bevált technológiájú nukleáris erőművet építjük meg. Ugye manapság, amikor ezek a viták forralják Európát, gyakorlatilag napról napra, hétről hétre fölmerül az a kérdés, hogy hogyan lehetne végre lenyomni a magyarok torkán, meg a közép-európaiak torkán azt, hogy az oroszokkal való nukleáris együttműködést is szankciók alá tegyük. Amúgy nekünk nyilvánvalóan egy nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdekünket alapvetően sújtó intézkedés lenne. Ugye mi világossá tettük, hogy semmilyenben nem leszünk partnerek. Világossá tettük, hogyha az Oroszországgal való nukleáris együttműködésre vonatkozó szankciók kerülnének az asztalra, mi azokat azonnal megvétóznánk. És tudják, a helyzet az az, hogy azóta csökkent le némiképpen ez a nyomás Brüsszelben, amióta azt az információt közkincsé tettük, hogy a tavalyi esztendőben Oroszország lett az Amerikai Egyesült Államok első számú uránbeszállítója. Csak az első fél évben az amerikaiak annyi uránt vásároltak az oroszoktól, mint korábban még soha, majdnem 2,5-szer annyit, mint a megelőző esztendőben. Tehát, hogy az amerikaiaknak jó az orosz urán, feltételezem jó, hát nem, mondom, nem önsanyargatásból veszik, hanem mert az érdekük. Tehát, ha az orosz urán jó az amerikaiaknak, akkor mi miért nem működhetnénk együtt Oroszországgal a nukleáris energia terén? Másik, hogy önöknek több esélyük van látni gyakrabban a területen zajló építkezés, mint nekem. Bár ha valaki néhány kilométerre megközelíti a város, már látja ezeket a hatalmas 40 méteres eszközöket, amivel ugye jó mélyre lefúrnak, hogy aztán később biztos alapja legyen az erőművi blokkoknak. Szóval, hogyha látják, hogy mekkora munka folyik ott, akkor azt is érdemes tudni, hogy az orosz fővállalkozó megbízásából ott alapvetően német és amerikai vállalatok dolgoznak. Tehát mindaddig, amíg Pakson egy orosz fővállalkozási nukleáris építkezésben az amerikai, a német, a francia, a svájci és most jön a dráma, osztrák vállalatok is megtalálják a számításaikat, akkor azt gondolom, hogy mi ne fogadjuk el azt a nyomásgyakorlást, hogy hát ez micsoda dolog, hogy mi a Rosszatommal működünk együtt. És van még itt egy dolog, amit szeretnék önöknek elmondani. Ugye ahhoz, hogy ez az atomerőmű biztonsággal és kiegyensúlyozottan működjön, ma mostani, 4 blokk, ahhoz folyamatosan nukleáris fűtőanyagra van szükség. És a nukleáris fűtőanyag, mint Erdélyben szokták mondani, a medve nem játék, hát a nukleáris fűtőanyag sem játék, annak mindig megfelelő mennyiségben rendelkezésre kell állnia, megfelelő minőségben kell rendelkezésre állnia, megfelelő időben kell rendelkezésre állnia. És miniszter uram, javíts ki, hogyha rosszul mondom, majd utána 4 szem közt úgy értem, de eddig soha semmilyen probléma nem volt, semmilyen jelentős fennakadás nem volt az erőmű fűtőanyag ellátásában. Na most, hogyha meg ez a helyzet, akkor kérdezem én, miért cserélnénk le az együttműködő partnert? Miért vágnánk bele valami teljesen ismeretlenbe egy eddig jól működő partnerség helyett? Tehát értjük mi azt, hogy 2 óra repülőútra innen, Brüsszelben, az Elefántcsont toronyban ki lehet találni jól hangzó, ideológiailag jónak tűnő szabályozásokat, de a probléma lába egyszer csak leél a földre. És itt emberek élnek, itt van egy város, itt van egy ország,
abban is élnek emberek, és ezeknek az embereknek vannak érdekeik, a biztonság, az energiaellátás, stb. És ezeket mi nem vagyunk hajlandók feladni. Úgyhogy amíg minket látnak, szeretném megerősíteni, hogy a paksi építkezés addig menni fog, azon vagyunk, hogy minél gyorsabban menjen, és azon vagyunk, hogy a jövő évtized legelején a két új paksi blokkot ráköthessük a villamosenergia hálózatra, és ezáltal egy hatalmas lépést tegyünk abba az irányba, hogy Magyarország a nemzetközi energiapiacok viszontagságaitól függetleníteni tudja saját magát. Köszönöm szépen, miniszter úr! Nagyon megnyugtató volt az utolsó gondolatot, hogy felgyorsulnak az események, és mindenképpen megvalósul a Paks 2 építkezés. Mi ezt itt Pakson természetesen tudjuk, beszéltél a biztonságról, azt is tudom, mert már megosztottuk ezzel kapcsolatban egymással a véleményünket, hogy ez az új létesítmény, ez a minden tekintetben megfelel a biztonsági követelményeknek, és hál' Istennek látjuk is már annak a jelét, hogy a Paks 2-es beruházás halad, nagyon jól halad, hiszen egyre több ember érkezik ide a városba is, mérnökök, tervezőmérnökök, akár fizikai munkások. A kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy egy ekkora ember tömeg érkezésére nyilván a városnak is fel kell készülnie, kezelnie kell ezeket az embereket, akik ide érkeznek, családokkal, mert ugye a mérnökök alapvetően családdal érkeznek. Milyen segítségre, milyen infrastruktúrális fejlesztésekre számíthat a város annak érdekében, hogy továbbra is ilyen szép, virágzó és élhető kisváros maradhasson? Egy elfogulatlan véleményt hallottunk. Azt javaslom, hogy a kérdés ügyében a polgármesterhez forduljanak. No, de a viccet félretéve szeretném elmondani, hogy nekünk a Rosszatommal való együttműködés mellett van egy nagyon fontos másik feladatunk, ez a Pakssal való együttműködés. Tehát én szeretném elmondani önöknek, hogy mi mérhetetlenül hálásak vagyunk a paksiaknak. Mérhetetlenül hálásak vagyunk, mert egy nukleáris erőmű elfogadtatása az akkor sem könnyű dolog, hogyha pontosan tudjuk, hogy ez egy nagyon biztonságos, a környezetet kímélő, hatékony energia előállítás lehetővé tevő műfaj. Ugye nagyon egyszerű, tehát ha kapnék rá megbízást, én is viszont gyorsan le tudnék vezényelni egy ilyen kampányt, nagyon egyszerű nukleáris ellenes kampányt csinálni. Nagyon egyszerű. Az ember összevéje vág 2-3 képet Csernobilból meg Fukushimából, és kész is van. Mondjuk ugyanilyen alapon tök könnyen meggyőznék bárkit, hogy ne üljön autóba, mert 3 balesetről össze lehet vágni sajnos képeket, és akkor mit mondom, ne ülj autóba. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy vannak nagyon rossz indulatú, az érdekeinket abszolút semmibe vevő, megint csak ideológia alapú megközelítések, amelyek megpróbálják a nukleáris energiát ott helyben, ahol az előállítás zajlik is, ellehetetleníteni. És én azt gondolom, hogy Magyarországon azért futnak zátonyra a nukleáris energiával szembeni kísérletek, mert azok, akik a leginkább érintettek, azok teljesen a józanész alapján és pozitívan állnak ehhez. Ha önök itt Pakson felülnének a nukleáris ellenes propagandának, és elkezdenének egy antinukleáris álláspontot képviselni, akkor nagyon-nagyon nehéz lenne egyrészt az erőművet is megépíteni, másrészt meg meggyőzni az ország lakosait arról, hogy ez rendben van. Tehát az, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, az ugye nagy részben köszönhető a paksi atomerőműnek, és az, hogy a paksi atomerőmű így tud üzemelni, ilyen közegben tud üzemelni, az az önök érdeme. És ezért mi mérhetetlenül hálásak vagyunk önöknek, és ez így lesz a jövőben is. És éppen ezért a Paks 2 beruházáshoz olyan infrastruktúra fejlesztéseket, közösségi fejlesztéseket helyezünk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ezt a nagy új beruházást a város úgy élhesse meg, hogy ez egy előrelépés mindenkinek. Ugye már most 800-an dolgoznak az erőmű építésén, az idei év végére ez felmehet 1300 környékére, és az építkezés során bizonyos csúcspontokon a 10 000-et is ez elérheti. Plusz ugye mivel itt lesz két új hatalmas működő blokk,
Ez hosszú távon egy csomó munkahelyet teremt közvetlenül és közvetlenül is. Tehát itt valószínűleg többen fognak élni, vagy többen fognak ide járni, és ennek aztán mindenfajta hatása kell, hogy legyen. Éppen ezért az útépítések és útfelújítások, a vasúti fejlesztések, a hídépítés, a közösségi beruházások, azok mind-mind prioritást élveznek. Tehát én abban reménykedem, ennél kicsit több, mert már kidolgoztuk az előterjesztést, hogy ez a művelődési központ is hamarosan meg fog újulni például. Vagy az iskolák fejlesztése meg fog történni. Egy területen nem tudom, hogy hogyan reális az előrelépés, tehát hogy ennél jobb futballcsapatot hogy csináljunk a városban, ezt nem tudom megmondani, mert néha csak kapkodom a fejemet, bár az elmúlt hetek nem sikerültek annyira jól, de szerintem voltunk jó néhányan itt, akik sokan jó érzéssel néztünk rá a tabellára mondjuk 3 héttel ezelőtt, és dörzsöltünk a tenyerünket, hogy hát ugye. Na, szóval nekem meg már szakmailag is ezt az álláspontot kell képviselnem, ez kétségtelen, a kedvenc csapatom pedig jelenleg a NB3-as tagság elkerülésért küzd, ezért aztán, hogy is mondjam, már tudom ilyen kívülről szemlélni az élvonal történéseit, sajnos. De a lényeg az, hogy ezeket a fejlesztéseket meg kell csinálni. És ugye zajlik munkásszállók építése, és folytatjuk is a munkásszállók építését. És ezeket is úgy építjük meg, a helyszín kiválasztás szempontjából is, hogy a lehető legkevesebb terhet tegyék rá a városra. Tehát ne legyen élhetetlen a város. Ezt nem csak Pakson csináljuk, hiszen látják, hogy Magyarországon folyamatosan dől meg a beruházási rekord, ez azért van, mert minden évben sokkal több beruházás jön, mint korábban. Az összes beruházás, legyen szó Debrecenről, Nyíregyházáról, Szegedről, vagy Győrről, vagy Komáromról, úgy hajtjuk végre, hogy az ne terhelje túl a várost, ne okozzon rosszabb életkörülményeket a helyieknek, mint ahogyan az volt korábban. Úgyhogy itt van egy folyamatos egyeztetés a polgármester úrral is, és akkor itt arra hadd térjek ki, bár nem tudom, hogy a fórum eddigi elképesztően magas színvonalú szakmaisága az mennyire engedi meg a politikai kérdések beemelését, de tegyük fel, hogy van rá egy kicsi igény, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy nekünk az atomerőm építés során a kiszámíthatóság és a stabilitás az nagyon fontos a helyiek részéről. Tehát, hogyha ugyanezzel a polgármesterrel és ugyanezzel a városvezető koalícióval tudnánk tovább dolgozni, az nagyon sokat segítene. Úgyhogy én hadd kérjem önöktől ezt a segítséget, hogy azért június elején gondoskodjanak arról, hogy az atomerőm építéséhez szükséges helyi együttműködés és támogatás az maradjon meg. Köszönöm, miniszter úr. Valóban nagyon jó az együttműködés, ezt meg tudom erősíteni, hiszen Jákli Gergely vezérigazgató úrral szinte havi kapcsolatban állunk a Paks 2-es fejlesztés kapcsán, illetve természetesen a városfejlesztés kapcsán, illetve Magyar Levente államtitkár úrral is igen, valóban folytatjuk ezeket a tárgyalásokat, és a kormányhatározat is már elő van készítve, és egy 40 milliárdos csomaggal készültünk mi már arra vonatkozólag, hogy hogyan szeretnénk a várost fejleszteni. És igen, miniszter úr már említette, hogy meg mi itt Pakson is tudjuk, hogy mit profitálhat egy város egy ilyen atomerőmű működéséből, vagy egy atomerőmű építéséből, de ugye Magyarországon ez az egyetlen. De ha egy kicsit kitekintünk a nagyvilágba, már pedig miniszter úr megfordult itt-ott az elmúlt években. Két-három helyen. Igen, az elmúlt években azért bejárta a világot, vagy háromszor megkerülte a Földet. Mit tapasztal, hogy mondjuk, ha járt olyan helyen, ahol atomerőmű működik, vagy atomerőmű épül, az milyen, ha összehasonlítjuk mondjuk Pakssal az adott települést, akkor hol áll Paks ebben az összehasonlításban? Természetesen messze az első helyen, és a legjobban. Nemrégiben jártam itt egy hétvégén abszolút magán alapon, és akkor így volt lehetőségem végignézni mindent elfogulatlanul. És ezzel aztán őszintén merem mondani azt a véleményt, hogy itt Pakson azt hiszem, hogy az elvégzett munka az,
az jogosan találkozik megelégedéssel és elismeréssel. Akárhol jártam eddig a világban, ahol nukleáris energiát használnak, ott mindenhol az életük egyik legjobb energiapolitikai döntéseként hivatkoztak arra a döntésre, hogy nukleáris erőművet építettek. És az is látszik, hogy mára ezeknek az erőműveknek a versenyképessége folyamatosan nő. Mert az látszik, hogy van egy nagyon komoly zöld igény a világban. Tehát minden legyen zöld. Mint a Paks meg a Fradi, de környezetkímélő. És ugye, ha ezt nem egy ideológia alapon nézzük, hanem praktikus alapon, akkor teljesen egyértelmű, hogy a zöld átállásnak Európában, vagy a zöld célok teljesítésének Európában kizárólag akkor van esélye, hogyha új nukleáris kapacitások jönnek létre. De mi fog itt történni? Ja, amennyiben a két blokkot rá tudjuk kötni a hálózatra, akkor 70%-át a magyar villamos energia előállításnak már nukleáris alapra helyeztük. Ez azt fogja jelenteni, hogy évente körülbelül egy 3-3,5 milliárd köbméternyi földgázzal kevesebbet kell például importálni. És gondoljunk bele, mi volt itt 2022-ben a háború miatt. Amikor egy év alatt Magyarország energiaimport számlája 7 milliárd euróról 17 milliárd euróra nőtt, és mivel ugye döntően energiaimportra vagyunk rászorulva, ezért az energiáraknak azonnal hatása van minden más ára, és egyből be is csapott ide egy 27%-os infláció. Egy olyan országban, ahol mondjuk 2% körül van, az normálisan. 27%. És ezt nyögtük mindannyian. Na most gondoljunk bele, hogyha van még két 1200 megawattos blokkunk, akkor azért a hatás ennél jóval kevésbé lett volna drámai. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az a két blokk megépül, akkor a nemzetközi energiapiac jövőben esetlegesen előforduló, mert ezt nem lehet kizárni, turbulenciáitól, sokkal nagyobb mértékben leszünk védve. És még egy dolog nagyon fontos. Amikor a zöldek, az úgynevezett zöldek támadják a nukleáris beruházást. Hogyha két blokkkal végzünk, akkor Magyarországon az éves széndioxid kibocsátás az 17 millió tonnával fog csökkenni évente. 17 millió tonnával. Na most ez egy nagy szám, de hogy nagyjából kontextusba tudjuk helyezni, a teljes magyar közlekedési ágazat, a teljes magyar közlekedési ágazat éves kibocsátása az 12 millió tonna. Tehát a magyar közlekedési ágazat teljes éves kibocsátásának a másfélszeresével csökkenteni fogjuk a károsanyag kibocsátásunkat. Tehát, hogy mégis csak ez mekkora felelősségteljes lépés annak érdekében, hogy az utódainkra milyen világot hagyunk. Éppen ezért minden egyes ilyen típusú támadás az igaztalan. Az igaztalan. Ezért Paks nem csak egy atomváros lesz, hanem nagyon modern és nagyon tiszta atomváros lesz, tehát a versenyképes fog maradni az összes olyan várossal, amely atomerőművet tudhat magáénak. Ugye akár az oroszokkal, a beloruszokkal, az egyiptomiakkal, a törökökkel, a bangladesiekkel beszélek, ugye mindannyian dicsérik nem csak a nukleáris energiát, hanem magát a technológiát, amelyet itt építünk. De ha az ember végignéz Európában és Észak-Amerikában, akkor azt látja, hogy a nukleáris beruházások iránti elköteleződés is egyre nő. Tehát ma Európában ugye sikerrel tudtuk megvívni azt a vitát, hogy a nukleáris energiát elfogadják fenntartható energiának. Most persze a fantasztikus szakmai érveink mellett volt még egy fontos tényező, hogy a franciák ezt az álláspontot képviselik, tehát az mindig segít. De a lényeg az, hogy Franciaország vezetésével ugye egy olyan nukleáris koalíció jött létre, amely már láthatóan vissza tudja verni azokat a teljesen elfogult, diszkriminatív vádakat, amelyeket az elmúlt években nagyon-nagyon sokszor vonultattak fel a nukleáris energiával szemben. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem jól állunk. Na most, hogy az építkezés hogy néz ki, arra pedig csak annyit mondanék, hogy a talajszilárdítás zajlik. A talajszilárdítás során összesen 75.600 cölöpöt
kell letennünk a földbe, és jelenleg 11.600-nál tartunk. És gőzerővel csináljuk, annak érdekében, hogy a jövő nyárra ez a folyamat véget érjen, és gőzerővel dolgozunk annak érdekében is, hogy az idei esztendő végéig az első beton, ami ugye azt mondják, hogy a nukleáris erőmű építésének talán a legfontosabb pontja, egyik legfontosabb pontja, elérjünk az év végéig. Tehát az első beton legyen meg az idei esztendő végéig. Ugye két nagyon fontos, hosszú idő alatt legyártható eleme. Van egy nukleáris erőműnek, az egyiket zóna olvadék csapdának hívják, ezért a süli miniszter rendkívül büszke rám, remélem, tehát zóna olvadék csapdának hívják. Most a zóna olvadék csapdának az építése befejeződött. Az megvan. Hát most ennek a tömege az annyi, mint 16 Airbus repülőgép, tehát nem kevés, ez ebből kiderül. Ennek a szállítása egy viszonylag bonyolult folyamat, és mivel 16 repülőgép súlyának felel meg, ezért aztán gyorsan kikövetkezhetett, hogy légi úton nem is lehet megoldani, hanem valahogy majd vízen kell ezt megoldanunk, micsoda szerencse itt a Duna, ugye? És ez, ha minden jól megy, akkor valamikor idén nyárra, ide is tudjuk hozni. És a másik pedig maga a reaktor tartály, aminek a kovácsolása 13-án, ami szerintem szombat, ugye? Április 13-án kezdődik. Tehát megint két nagyon fontos mérföldkövet tudunk kipipálni, ami megint csak reálisabbá teszi az álmunkat, hogy egyszer itt ugye újabb működő atomerőművi blokkok lesznek. Tehát szerintem már túl vagyunk azon a ponton, ahonnan még vissza lehetett volna erőszakkal fordítani minket, soha nem volt ilyen szándékunk, de már túl vagyunk minden ilyen ponton, tehát most már sokkal drágább és károsabb lenne, ha ez az erőmű nem épülne meg, mint hogyha megépül. Köszönöm szépen. Ugye pódiumbeszélgetésről van szó, ez azt jelenti, hogy elérkeztünk a kérdések megválaszolásához, amit előre tettek fel a kedves paksi lakosok. Jelentős részét már említette miniszter úr, viszont vannak még olyan kérdések, amikről nem beszélt. Az egyik az, illetve érintőlegesen már beszélt arról, hogy a szankciós csomagokat hogyan sikerült, függetleníteni, hogy az orosz fél részéről ez a beruházás megvalósulhasson. Tehát, hogy milyen felmentést kapott a beruházás, a Paks 2-es projekt. Én arra lennék kíváncsi, meg sok paksi is, hogy ha egy kicsit a kulisszatitkokat megosztaná velünk, miniszter úr, hogy milyen erőfeszítéseket kellett tenni, milyen akadályokat kellett átlépni, mert itt olyan könnyedén beszélt miniszter úr erről a szankciós csomagoknak a kivédéséről, de én gondolom, hogy azért ez nagy küzdelem volt. Sajnos a mondat végén a múlt idejű ige az nem helytálló, tehát ez nagy küzdelem. Ugyanis 13 szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. 13-at. Ugye én emlékszem rá, mert ott ültem akkor is, amikor az elsőről vitáztunk. Több mint két éve. És akkor én azt a kérdést tettem föl, hogy mi a cél? Mi a cél? Mert ugye minden döntést onnan lehet megítélni, hogy tudjuk, hogy mit akarunk vele elérni. Nem lár-pullár akarunk itt döntögetni, főleg ilyen fontos. Mi a célunk? És akkor az volt a válasz, hogy a cél az, hogy az orosz gazdaságot térdre kényszerítsük, és ezáltal kikényszerítsük a háború végét. Ez két éve hangzott el. Két éve. Két éve és 13 szankciós csomaggal ezelőtt. Most itt vagyunk két év után, 13 szankciós csomag után, orosz gazdaság láthatóan nincsen térden, és a békétől is jóval távolabb vagyunk, mint voltunk bármikor az elmúlt két esztendőben. Ez az igazság és ez a helyzet. Tehát a szankciós politika totális kudarcot vallott. Mondhatnám úgy, hogy szakmailag földbe állt, mint gerej. Na most ehhez képest, ugye mit mond ilyenkor egy józan észre gondolkodó ember? Hát ha valamit megpróbáltam 13-szor, és 13-szor kudarcot vallottam,
akkor 14-szer nem futok neki. Ehhez képest mi a brüsszeli logika? Megpróbáltunk valamit 13-szor. 13-szor vallottunk kudarcot. Itt az ideje, hogy 14-szer még nagyobb erőfeszítést tegyünk. És ezért ma már a 14. szankciós csomagról szól a fáma, meg az előkészítés a Brüsszelben, ahelyett, hogy fognánk és magunk mögött hagynánk ezt a hatalmas kupac kudarcot. És ugye, ha az ember, mondjuk én, Brüsszelben, ezt mondom, mint ahogy szoktam, majd hozzáteszem azt is, hogy egyébként pedig érdemes lenne megvizsgálni a józanész talajánálba, hogy ezek a szankciók mit okoztak Európának, mit okoztak egyes európai országoknak, és még mit okoztak Oroszországnak. És vessük össze a kettőt, és ebből ítéljük meg, hogy ez egy jó döntés volt, hogy ebbe belevágtunk, vagy sem, akkor általában három szakmai érvet szoktak felvonultatni. Egy, hogy te Putyin barátja vagy, kettő, hogy te az oroszok kémje vagy, három, hogy te a Kreml propagandistája vagy. Ezek a, és akkor nagyjából itt ezen a szellemi intellektuális színvonalon véget is ér a beszélgetés. Beláthatóan nincs igény a szakmai érvek további megvitatására. És ugye, hogy néz ki a helyzet reálisan? Ugye az Európai Unió szankciókat vetett ki az olajszállításokra. Pontosan tudták, hogyha ez ránk is vonatkozott volna, mi azt azonnal megvétóztuk volna. Miért? Azért, mert olajat sem sportáskában, sem Tesco-s szatyorban szállítani nem lehet, legalábbis elegendő mennyiségben semmiképpen sem, ahhoz kell egy cső, szakmai nyelven, kevésbé szakmai vezeték. És mivel ez a cső, ez Oroszországból jön, ezért mi csak onnan tudunk venni olajat. Mert nem arról van szó, hogy jön még 20 helyről, mert nem jön. Egy helyről jön még, Horvátországból. De ugye itt van ez a matematikai feladmány, hogy az tud-e elég olajat hozni ahhoz, hogy Magyarországot, Szlovákiát és részben Csehországot ellássa. Ezt meg nagyon egyszerűen ki lehet számolni. Mert össze kell adni, hogy a három mennyit igényel, és abból ki kell vonni a cső kapacitását, és hogyha ott egy még mindig pozitív számot kapunk, akkor az azt jelenti, hogy nem tudja teljesíteni. Ha negatív számot kapunk, szuper. De mivel ez a szám pozitív, tehát nem tud annyit hozni az a nyomorult cső, mint amennyi kell ezeknek az országoknak, ezért nyilvánvaló, hogy nem tudjuk feladni az oroszokkal való olaj együttműködést. Mert azt mondtam a kollégáknak ott, hogy rendben van, akkor lesz x ezer tonna hiányunk. Melyik költök hozza oda ezt az x ezer tonnát ugyanannyiért, mint amit az oroszoktól veszük, ugyanakkor? És mivel? És akkor léci jelezzétek, mert akkor oké, mehet a sztori. És akkor hülye vagy, meg ilyeneket mondtak. Vagy gondoltak valószínűleg magukba. Még erősebbeket. És ugyanez a... És akkor mi történik? Mi történik? Oroszország, korábban India energiaimport struktúrájában kb. 0,5%-nyi részesedéssel bírt, most bír olyan 35%-kal, és korábban Európa nem nagyon vásárolt indiai olajat, most meg az első számú vásárlója. Na, hát most aztán ebből nagyon nehéz kitalálni, hogy mi történik, nem? Vagy ugyanígy van a földgáz. Hát ugye ott még eddig sem mentek el, mert ott végül nem lett földgáz szankció, de ott megint mi történik? Ha nem építettük volna meg a török áramlat nevű gázvezetéket, ami Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül hozza Magyarországra a földgáz, akkor ma hatalmas nagy bajban lennénk, és ez a maximum, amit a nyomdafesték elbír, mert ennél csak durvább szavakat tudnék itt használni. Mert mi van, hogyha elvágják valóban az ukrán tranzitot, mint hogy valószínűleg elvágják az idén év végén? Akkor mit csinálnánk? Néznénk egymásra, hogy akkor most nincs földgáz. Ugye? Mert a többi cső, ami jön be Magyarországra, az nem tud annyit hozni, mert egyrészt nincs a végén annyi forrás, másrészt nincs annyi kapacitás összessége, hogy na mi kell nekünk. Most az áról már nem is beszélek, mert az most mindig ellátásbiztonság és utána ár. Na most ugye mindenki büszke arra, hogy hát az orosz csővezetékes gáztól milyen frankon megszabadultak. De ha valaki megnézi, hogy a nyugat-európai LNG, tehát cseppfolyósított gázfogadó tengeri terminálokon mennyi az orosz LNG részesedése, azért meglepődne. És abból egy köbmétert se használunk mi. Hanem azt mind a nyugat-európai barátaink használják fel. Tehát itt is van egy hatalmas, nagy adag képmutatás. És ezért ebbe bele kell állni. Mert úgy látom a kollégáimon ott a külügyi tanácsban, hogy annál jobban nem utálnak semmit, mint amikor a valósággal szembesítjük őket. Annál jobban nem utálnak semmit.
És akkor az ember megnézi a kereskedelmi számokat, megnézi az oroszokkal, ki mennyit kereskedik, aztán megnézi, hogy az oroszokkal szomszédos országok közül ki mennyivel növelte a kereskedelmét. Érdekes, most hirtelen ugye egyszer mindenki elkezdett kereskedni Oroszország szomszédjaival, mert rájött, hogy az milyen jó és milyen kár, hogy korábban nem csinálta. Szóval túl azon, hogy ez egy kudarcos csomag, és plusz költségeket okoz Európának, károkat okoz, még egy rendkívül képmutató csomag is. Na most éppen ezért tudunk mi beleállni ebbe. Most a kérdés az, hogy a többiek ezt miért nem tudják megtenni, és miért nem állnak ki. És miért van az, hogy amikor ilyen fontos ügyek vannak a külügyminiszterek tanácsülésének napirendjén, akkor néhány kollega, néhányan ugyanazok, néhányan ilyen változók jönnek oda, hogy Peter, akkor ugye majd ma is kemény leszel, ma is majd ellene, ma is megvétózod, ma is. És mondom, hogy persze, ismersz, kemény leszek, megvétózod, és a többi. De mondom, mi lenne, ha ketten, vagy hárman? Mennyivel erősebbek lennék? És hát tudod, nem lehet, mert otthon a koalíció, az NGO-k, a liberális média, a marslakók, nem tudom kicsoda, és ez világossá teszi, hogy mekkora hatalmas nagy előnyünk az nekünk, hogy itt Magyarországon egy stabil politikai rendszer van. Mert mi azért tudjuk csinálni, amit gondolunk, meg mondunk, és azért tudjuk mondani azt, amit gondolunk, mert egy teljesen stabil politikai háttér van itthon. Van egy kétharmados politikai többség, egy nem koalíciós kormány, és innentől kezdve minket befolyásolni, megosztani, nyomás alá helyezni nem lehet. Legalábbis eredményesen meg biztosan nem. Tehát mindaddig, amíg ezzel a politikai stabilitással rendelkezünk egyedül Európában, addig lesz erőnk ahhoz, hogy ezt a nemzeti érdeket védő szuverenista álláspontot fönn tudjuk tartani. Általában is, meg ezekben a konkrét ügyekben is. Hát látom én azt, hogy ezek a szankciók egy csomó más országnak is hátfájást jelentenek. Egyszerűen nincsenek abban a pozícióban, hogy ellene menjenek. És inkább elszenvedik a következményeit, mert az még kevésbé fájdalmas, mint hogyha mondjuk rájuk zuhanna egy olyan támadás, amit aztán nem tudnának kivédeni, és mondjuk adott esetben a kormánynak vagy a miniszterelnöknek menni kéne. Szóval ez a küzdelem sajnos fenn fog maradni a következő időszakban is. Harcolnunk kell ezen megközelítés ellen. Én azt gondolom, hogy a béke esélye az akkor fog tudni eljönni a szomszédban, hogyha lesz egy olyan nagy, erős nemzetközi vezető, aki mindkét felett rá tudja szorítani a tárgyalásokra. Jelenleg ilyen vezető hivatalban nincsen, és az első alkalom, amikor ilyen vezető beléphet a képbe, az majd november lesz, amikor az Egyesült Államokban elnökválasztást tartanak. Utána lehet, hogy könnyebbedik ez a helyzet, és lehet, hogy a békének sokkal nagyobb sansza lesz, mint van jelenleg. De addig nagyon ki kell tartani. Köszönöm, Iszor, hogy két kérdést engedj meg még, vagy szorít bennünket az idő. Az egyik az lenne, hogy mekkora a lehetőség ez a beruházás a hazai vállalkozások számára. Ez itt Tolna megyében, de Pakson is nagyon sok mindenkit érdekel. Tehát tartható lesz-e a tervezett 40%-os hazai beszállítói arány? Jó, a másik az meg tényleg egy rövid kérdés, amire mindenki kíváncsi szerintem. Tudjuk, hogy nagyon mozgalmas munkatempóval dolgozol. Hova utazol legközelebb? Ez utóbbi könnyű, mert Biatorbágyra innen, hogy ott is hasonló körben találkozhassunk. Én sokakkal ellentétben szeretem a kampányidőszakot, mert akkor sokat lehetek itthon, és járhatom az országot, úgyhogy ezen a héten is azt hiszem ez a hetedik vidéki helyszínóval eljutok, és még lesz egy pár szerencsére. Ami a magyar vállalatokat illeti, hogy amikor megkötöttük a szerződést az oroszokkal, akkor azt kötöttük ki, hogy 40%-os lokalizációt kell végrehajtani, ez azt jelenti, hogy a munkák 40%-át magyar vállalkozásoknak kell elvégezni. És ebben jelenleg jól állunk, mert több mint száz magyar vállalkozás dolgozik egyébként a projekten már most. És akkor még csak, most idézőjelbe teszem a csakot, ugye talajelőkészítési, szilárdítási és egyéb előkészítő munkálatok zajlanak, tehát amikor majd a
még ennél is látványosabb fázisában lesz a beruházás, akkor pedig az a magyar gazdaság egésze számára egy hatalmas növekedési potenciált fog adni. Mert ez a beruházás két pontban ad nagyon komoly gazdasági lökést. Egyrészt a biztonságos energiaellátás tekintetében, az energiafüggetlenségünk tekintetében olcsón tudunk majd előállítani hatalmas mennyiségű villamos energiát. Ne felejtsük el, innen Paksról, ugye akkor már majd 4400 megawattot tudunk feltáplálni az országos hálózatra, nagy mennyiség. És másrészt munkahelyteremtés, és akkor 2 plusz 1 lesz munkahelyteremtés, hanem pedig az, hogy azok a magyar vállalkozások, akik most itt lehetőséget kapnak, azok valószínűleg a tevékenységük egyik csúcspontját érik el ezzel. És ez számukra egy hatalmas fejlesztési, fejlődési lehetőséget fog biztosítani. Új munkahelyeket hoznak létre, új technológiákat ismernek meg, új technológiákat vásárolnak, hatékonyabbak lesznek, stb. Stb. Szóval én azt gondolom, hogy ez az egész magyar gazdaság számára egy hatalmas nagy lehetőség. És még egyszer szeretném megköszönni önöknek azt, hogy mindennek otthont adnak. Szeretném megköszönni azt, hogy a támogatásukat a hátunk mögött tudhatjuk. És arra szeretném kérni önöket tisztelettel, hogy majd június elején, amikor az európai parlamenti és az önkormányzati választásokra sor kerül, akkor mind az európai jobboldali politikai fordulat érdekében, mind a helyi stabilitás biztosítása érdekében adjanak nekünk támogatást azzal, hogy polgármester urat és a fideszes képviselőjelölteket és a Fidesz és a KDNP közös európai parlamenti listáját támogatják. Azzal is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Paks egy még jobb, még élhetőbb, még modernebb és még atomabb város legyen, mint jelenleg. Nagyon szépen köszönöm az idejüket, köszönöm, hogy megtiszteltek.